Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Jala Jászmin Grace vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Bordács József Fad új polgármestere 8 jelölt indult a vasárnapi választáson. Újra megrendezték Kalocsán a Paprika Fesztivált, kulturális és gasztronómiai programokkal várták a résztvevőket. Az összetartozás élményét erősítették a családi napon, mintegy 280 nevelőszülő és gyermek vett részt a programon. Falunap Závodon főzőverseny és kulturális programok várták a résztvevőket. Bordács Józsefet választották meg Fad új polgármesterévé vasárnap a helyiek. A Fülöp János lemondása miatt kiírt voksoláson összesen 8 jelölt indult. Az új település vezető neve mellé a leadott cédulák több mint 48%-án húztak X-et a faddiak. Egymás után adták le a szavazataikat a faddiak vasárnap délelőtt. A településen polgármestert választottak összesen 8 jelölt közül. Azért jöttem, hogy a saját szülőfalumnak az új polgármesterét megválasztjuk, és helyes irányítás alá kerüljön a falu. Reggel 6 és este 7 óra között 4 helységben voksolhattak a faddiak. A település néhány hónapja leköszönt korábbi vezetője azt mondta, bárki is győz, támogatni fogja a munkájában. Bárki nyer, én nagyon szívesen segítek neki. Tehát nyilván még az alpolgármester úrnak át tudtam adni folyamatbeli ügyeket, de igazából majd a leendő polgármesternek kell átadni ezeket a folyamatban lévő dolgainkat. A nap során nem történt rendkívüli esemény. A részvételi arány 44,4% lett. Ez azt jelenti, hogy a 3340 jogosult közül 1471-en szavaztak. Folyamatosan érkeznek, és 7 órakor fognak zárni a szavazókörök, utána kerül sor a szavazatszámláló bizottságok által a jelöltekre leadott szavazatok megszámlálására. A nem végleges eredmény végül már jóval éjfél előtt megszületett. Eszerint Fad új polgármestere a voksok 43,19%-át megszerezve Bordács József lett. Ő egy korábbi kampányvideójában mások mellett arról beszélt, arra törekszik majd, hogy különösen jó kapcsolatot alakítson ki a faddi civil közösségekkel. Faddért és Domborért szeretnék dolgozni, minden erőmmel, tudásommal és tapasztalatommal. Mindezt azért, hogy településünk jó életminőséget kínáló, biztonságos, szép és szerethető legyen. A faddi polgármester választás véglegesített eredményére várhatóan még néhány napot várni kell. A jelöltek ugyanis fellebbezést nyújthatnak be. Európában már a minden idők legsúlyosabb energetikai válsága jött létre, amely helyzetben minden korábbinál világosabb, hogy szükség van atomenergiára az ellátás biztonságához és a zöld átmenethez, jelentette ki Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter hétfőn. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottságnak garantálnia kell, hogy a nukleáris energia ne essen semmifajta korlátozás alá a szankciók miatt. Minden brüsszeli intézménynek, nemzeti hatóságnak és banknak tiszteletben kell tartania ezt az intézkedést, amelyet már a szankciók meghozatalakor világosan kimondtak. A nukleáris beruházások lassítása és akadályozása gyakorlatilag az európai országok szuverenitásának sérelmével jár. A szuverenitás egyik legfontosabb összetevője az energiaellátás biztonsága, mondta. Bátaszék két testvérvárosi kapcsolata is jubileumához érkezett. Bézikhájmal 30, Nagy Sallóval 25 éve írták alá a partnerségről szóló dokumentumot. A bátaszéki szüreti napok rendezvény sorozatában az ünnepi testületi ülés mellett számos programra került sor. Többek között felállították a dolinán megtalált egykori harangot is. Ünnepelni jöttünk partnerségünket, a badátságunk évfordulóit. Ezzel a gondolattal köszöntötte az ünnepi testületi ülésen résztvevőket Bozsolik Robert bátaszék polgármestere, aki felelevenítette a bézikhelymi és a nagycsalói kapcsolat kezdetét. Arról is szólt, ez a viszony a civileken múlt és múlik majd a jövőben is. Amikor aláírtuk ezeket, vagy aláírták elődeink ezeket a megállapodásokat, az csak egy darab papír. Ezt a szerződést sikerült érzelemmel és barátsággal megtölteni az elmúlt 30, illetve 25 év alatt. Hiszen az átlag bátaszékieknek átlag bézikhelymi és átlag nagysallói emberek lettek a barátaik, akikkel napi szinten, vagy legalábbis rendszeres alkalommal találkoznak. És ami még egy érdekesség és egy adalék, hogy házasságok jöttek létre.
bátaszéki hölgy, nagycsallói fiatalember, bátaszéki hölgy és egy bézikeimi fiatalember között. Az ünnepi testületi ülést követően felállították azt a haranglábat, melyen a harang az egykori bátaszéki városrész Dolina templomában teljesített szolgálatot, és amit alig egy esztendeje találtak meg, újították fel, és készült el az új harangláb. A tékozló fű története jutott eszembe. Ugye, hogy ez a harang, amikor elkészítették, megélte egy dicsőséget, jólétet, egy megfelelő helyre került. Utána ugye a körülmények miatt száműzni kellett, ő nem önként ment el, de száműzetésbe került, és most ugye visszatérhetett egy eredeti helyre, ahol együtt van a dolinai templomnak a tégláival, és egy helyen lehet a haranga. Az est folytatásaként jótékonysági koncertre került sor, melynek bevételét a barokk kálvária kápolna felújítására fordítják majd. Ennek az élére fővédnökként állt Felföldi László megyés püspök úr, és tulajdonképpen ennek köszönhetően jött létre ez a ma esti koncert itt a Nagyboldogasszony plébánia templomban, és hát nagyon nagy örömmel konstatáltuk, vettük tudomásul azt, hogy milyen sokan voltak itt, és milyen nagy örömmel hallgatták ezt a gyönyörű zenét. A Születi Napok rendezvénysorozatának második napjáról televíziónk is élő egyenes adásban tudósított, melynek keretében került sor a hagyományos felvonulásra, valamint a második Géza király koronázását felidéző eseményjátékra is. Arra kéri a kormány a polgárőröket, hogy folytassák a határvédelmi szolgálatot az év végéig, ehhez pedig továbbra is biztosítják számukra a költségtérítést, közölte a Facebookon vasárnap közzétett videójában Nyitrai Zsolt, kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos. A több mint 65 ezer munkáját önkéntesen végző polgárőrre mindig számítani lehet, ha baj van. Ha meg kell őrizni a települések közbiztonságát, ha meg kell védeni a magyar családokat, vagy éppen az ország határait, méltatta a polgárőrök munkáját a miniszterelnöki biztos. Februárban Magyarország kormánya azt kérte a polgárőröktől, hogy még nagyobb jelenléttel vegyenek részt a déli határvédelmében. Ehhez a munkához egy költségtérítést biztosítottunk a szolgálatot teljesítő polgárőröknek. Több mint 11 ezer polgárőr vett részt a határvédelmében az elmúlt 5 hónapban. Most azt kérjük a polgárőröktől, hogy folytassák ezt a határvédelmi szolgálatot az év végéig, és ehhez újra biztosítjuk számukra a költségeik megtérítését. Ez egy komoly és felelősségteljes feladat. Köszönjük a polgárőröknek, hogy a határvédelemben is segítik a rendőrök munkáját. Szeptember 9-e és 11-e között rendezték meg Kalocsán a 31. Csíplek Kalocsa elnevezési kulturális és gasztronómiai fesztivált. A szervezők idén is gazdag programkínálattal várták az odalátogatókat, továbbá a szokásokhoz híven főzőversenyre is benevezhettek a vállalkozó kedvűek. Szarvaspörkölt sertés csülökkel egy kis vörösborral megbolondítva rotyog a bográcsban. Az elmúlt hétvégén sokan látogattak el Kalocsára, ugyanis immáron 31. alkalommal rendezték meg a Csíplek Kalocsa elnevezésű paprika és gasztrofesztivált, ahol természetesen ezúttal sem maradt el a főzőverseny, aminek egy feltétele volt, mégpedig, hogy kalocsai fűszerpaprikával készüljenek az ételek. Ez több mint két és fél órája föl. Hát a titka az, hogy ugye kell egy füstölt szalonna ágyat neki adni, kilónként legalább egy 13 deka vöröshagymát, és akkor meg beleadni a szakács szívét, lelkét. Egy marha pofa pörköltet főzünk, ez a marhának a belső pofa húsából és a külső bőrös részéből áll. Az ételeket háromtagú zsűri értékelte, melynek elnöke Kelemen Endre Venezdíjas mesterszakács volt. Ő elmondta, hogy számos szempontnak kellett megfelelniük a versenyzőknek. Ilyen volt többek között a tálalás módja, hiszen fontos, hogy étvágygerjesztő fogás kerüljön az asztalra. Utána jön a húsok darabolásának a módja, a húsok fővésének a technológiája, elég puha, megfőtt, nem főtt, a szaftja, és utána az egészet összevetve az ízhatások. A fesztivál szervezői idén is gazdag, színes programkínálattal várták az érdeklődőket Kalocsára. Zsikó Zoltán elmondta, hogy a rendezvény napjainkra már országos szintűvé nőtte ki magát. Hát a ma estének az egyik fő szenzációja az a
Edda műveknek a nagy koncertje. Fel fog előttük egyébként lépni a Don't Stop the Queen együttes, és szuper DJ-k fogják még szórakoztatni a közönséget a mai napon. Itt a sétányon láthatóak mögöttem a vendéglátósátrak, több mint 10 vendéglátó étkeit lehet megkóstolni, és közel 25 kézműves standot állítottunk ki, akik tényleg kézműves termékekkel készültek. Továbbá a főbejárat mellett a gyerekek a Vidám Park adta lehetőségeket élvezhették. Nyárbúcsúztató családi napot szervezett a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Tolna megyei nevelőszülői hálózata. Tolnán az Altaripa Szabadidő Parkban kapott helyet a rendezvény, amelyen mintegy 280 nevelőszülő és a gondoskodásukban élő gyermek vett részt. Gyerekzsivallyal telt meg a tolnai Altaripa Szabadidő Park, ugyanis a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői hálózata nyárbúcsúztató napot szervezett. A rendezvény egyik célja az volt, hogy a nevelőcsaládok néhány órára kiszakadjanak a mindennapok feladataiból, és jól érezzék magukat egymás és a gondoskodásukban élő gyerekek társaságában. Talán legemlékezetesebb a tehetségkutatás, amikor ki mit tud keretében megmutatták a gyerekek, hogy miben kiválóak, szavaló prózamondó versenyt rendeztünk a költészet napjára, tehát több olyan rendezvény, amire szívesen jönnek a gyermekeink, és amelyekben nem csak az a jó, hogy ott elmondják a produktumot és megtanulják, hanem az oda vezető út is fontos. A családi nap másik célja pedig az volt, hogy népszerűsítsék a nevelőszülői hivatást. Ami nagyon fontos a későbbiekben és napjainkban is a nevelőszülőknek a pótlása, hiszen a nevelőszülők egy része a koruk miatt már megérdemelt nyugdíjba kívánnak menni, és nagyon sok gyermek van, aki sajnos keresi azt a szerető családot, aki nevelőszülőként nevelhetné tovább őket, és keressük azokat a jó embereket, akik érdeklődnek egy hivatás iránt, és tájékoztatjuk őket, hogyha én igény van. A rendezvényen mintegy 280 szülő és gyermek vett részt, akiknek a szervezők a zenés műsor mellett kézműves foglalkozással, ugrálóvárral és táncázzal is készültek. Idén április és június között 4,7 millió alkalommal utaztak külföldre a magyarok, 53%-kal többször, mint a járvány által érintett egy évvel korábbi időszakban. Ám 2019 második negyedévéhez viszonyítva a kiutazások száma 24%-os visszaesést mutatott, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal negyedéves kiadványából. A legtöbben Ausztriába, Szlovákiába és Romániába látogattak, az utazások kétharmada ezekbe az országokba irányult. A magyarok átlagosan 2,7 napot töltöttek külföldön, 0,8 nappal többet, mint egy évvel korábban. A KSH adatai szerint a külföldre utazó magyarok folyóáron 245 milliárd forintot költöttek, ami több mint háromszorosa az egy évvel korábbinak, és 10%-kal több, mint 2019 második negyedévében. A magyarok fejenként és naponta átlagosan 19.500 forintot költöttek külföldön, míg a bázis időszakban 11.600 forintot. Sokszínű programok várták a látogatókat a 19. alkalommal megrendezett Závodi Forgó Fesztiválon. Az esemény különlegessége a nagy népszerűségnek örvendő bográcsételfőző verseny volt, amire idén 26 csapat nevezett be. A rendezvényen kulturális programok is várták az érdeklődőket, a színpadon többek között hagyományőrző egyesületek fellépései biztosították a jó hangulatot. Bográcsok sokaságában főttek az ízletes ételek a 19. alkalommal megrendezett Závodi Forgó Fesztiválon. A rendezvény kedvelt programja a főzőverseny, aminek évről évre egyre nő a népszerűsége. Bármilyen étellel nevezhettek a versenyzők, egy kitétel volt, hogy azt szabad tűzön kell elkészíteni. Volt, aki a hagyományos bogrács ételekkel indult, de akadtak különlegességek is. Igazából ez egy sokácbab, mohácsi különlegesség, ott kezdték el annak idején először ezt készíteni. Ugye a parasztok annak idején, mikor nekiálltak kapálni a sorba, odarakták a tűz mellé, mivel ez saját magát forgatja, nincs vele sok dolog, nincs vele sok művelet, gravitáció, fizika, cirkulál benne a kaja, igazából csak egyszer rá kell kóstolni, utána fűszerezni és elkészül saját magába. Hát a Závodi Falunap, igazából závodiak vagyunk, és minden évben jelen vagyunk a falunapon. A család szinten szoktunk itt lenni, de nagyon sok barátunk is el szokott jönni ide a falunapra. Most az utóbbi években én főzök már, tavaly egy marra pörköltet főztem, és mindig belevizek egy kis csavart. Tavaly szilvalekváros volt a marra pörkölt, úgy készült, idén pedig egy áfonyás szarvast készítek.
mindig jó hangulatba telik el az esemény. A mindössze 280 lélekszámú település programja minden évben sok embert vonz, teljesítve ezzel az eredeti küldetést, hiszen 2 évtizeddel ezelőtt azzal a célral hozták létre, hogy összehozza a falu lakosságát és a környező települések lakóit is. Kulturális programok is várták a látogatókat, a főzőverseny eredményhirdetése után pedig koncertek szórakoztatták a falunapon résztvevőket. Regionális híreink következnek. Megérkeztek az első rezsiszámlák a háztartások egy részébe, egyelőre még mindenki felélegezhet. Önkormányzatok, cégek, civil szervezetek 21. alkalommal rendezték meg a Szent Lőrinci Lobby Partit. Tánc, zene és bemutatkozás, a Konfucius Intézet új tanáraival ismerkedhettek meg a pécsiek. Megérkeztek az első rezsiszámlák a háztartások egy részébe. Egyelőre mindenki fellélegezhet, nem lett magasabb összegű a számlája, mint az elmúlt év azonos időszakában, hiszen a rezsicsökkentés bizonyos mennyiségig továbbra is érvényben maradt. Fellélegezhetnek a fával fűtők is, hiszen a csütörtöki kormányinfón bejelentették, hatósági áras lesz a tűzifa. 10 köbmétert pedig mindenkinek biztosítanak a limitált áron. A fizetendő összeg összesen 12.489, és ez lett volna 24.896, hogyha nincs a rezsicsökkentés, ennyi lett volna, úgyhogy azért lényeges a különbség. Icca néni igali háztartásában egyelőre nem emelkedett a villanyszámla az előző évhez képest. A rezsicsökkentésnek köszönhetően pedig csak a felét fizeti annak, mint amit a piaci áron kellett volna. Hűtő és fagyasztógép, mosógép, ventilátor, néhány konyhai elektromos eszköz, ezeket használják a háztartásban. Az én számlám nem nőtt ugyanannyi egyelőre, nem, abszolút semmit nem nőtt. Ugyanaz maradt, ami volt. Készülnek a térre azok is, akik fával fűtenek. Ebben a kelevízi családi házban fával és fabrikettel fűtenek. Ez igazából egy ilyen első szélezésből származó tölgy. Ez egy olcsó tűzifának számít, mégis drágábban vettem meg idén, jóval, mint tavaly az akácot. A fával fűtők is fellélegezhetnek. A döntés értelmében ugyanis hatósági árat vezet be a tűzifára a kormány. A mostani árakat fagyasztják be, hogy ne emelkedjen tovább. Ennek is az a célja, hogy csökkentsék a gázfelhasználást. A hatósági áras tűzifákat az állami erdőgazdaságokban is lehet majd venni, és háztartásonként 10 köbmétert lehet majd hatósági áron vásárolni. Csapó Attila azt mondja, ez így nagyon megnyugtató segítség a számukra. Ezt azért érzem óriási segítségnek, mert a legutóbbi szállítmány, amit vettünk fát, ott mondta az úriember, aki szállítja, hogy napi árasan képzeljem el. Tehát először beszéltem vele csütörtökön, egy árról kedden tudott idejönni, akkor már egy másik ár volt. Jó, hát ő korrekt volt. Azt mondta, hogy mi a kettőt összeátlagolja, és akkor úgy, de az, hogy napi áras, annál félelmetesebb szerintem nincsen. Tehát az teljes létbizonytalanságot ad, hogy kiszámíthatatlan, hogy mennyi. Tehát egy ilyen bejelentés eléggé megnyugtató tud lenni. A kormány a különféle fafajtákra eltérő hatósági árat határoz meg. Cégek, önkormányzatok és civil szervezetek is részt vettek a 21. Lobby Partin Szent Lőrincen. Az esemény célja, hogy a helyi szereplők együttműködését segítse. A standoknál kötetlen beszélgetésekre, egyeztetésekre is nyílt lehetőség. A Szent Lőrinci Ifjúsági Fóvózenekar műsorával vette kezdetét az idei Lobby Party. A 21. alkalommal megrendezett esemény célja, hogy találkozási pontot biztosítson a baranyai szervezetek számára. A standoknál olyan önkormányzatok, civil szervezetek, cégek, gazdasági szereplők várták a vendégeket, melyek a döntéshozatalban aktívan részt vesznek. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, az elmúlt 2 évtizedben is azt lehet mondani, hogy nagyon fontos dolog az, hogy egy kötetlen beszélgetés keretébe tudnak itt véleményt cserélni, egyeztetni, vagy akár gazdasági döntéseket előkészíteni az itt szereplők. A megye vállalkozói közül a Lafarge Cement Magyarország képviselőivel is találkozhattak a látogatók.
Nagy örömömre szolgál, hogy immár ez a 10. lobby part, amin részt tudunk venni. Ez számunkra az év egyik legkedvesebb eseménye, hiszen itt tudunk találkozni a különböző érintett felekkel, akik a gyár napi életében az év hátralevő és az előző részében közreműködtek. Itt a helyi politikusok, gazdasági szereplők, kollégáink, rokonok, családtagok, barátok mind jönnek itt a Szentlőrinci lobby partira, és őket nagyon szeretettel látjuk vendégül itt a standunknál. Idén 21. alkalommal vesz részt a rendezvényen a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Itt van a szuvenírtató, amit csak azért oltak meg, hogy legyen szuvenír. Minden évben érdekes témákkal készülnek a látogatók számára. Idén azt mutatjuk be a látogatóknak, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal hogyan tud együttműködni a természetkárosítás elleni küzdelemben. A lobbipartit a következő években is megszervezik majd, ahol továbbra is várják a baranyai szervezeteket. Az eseményen elhangzott, hogy a megye fejlődését a helyi szereplők tudják igazán elősegíteni. Tánc, zene, sütemény, kóstoló, kézműves foglalkozás. Többek között ezekkel a programokkal készültek a Konfucius Intézet munkatársai. Idén új tanárgárda érkezett, akik a kínai nyelvre tanítják meg a diákokat. Velük is megismerkedhettek az érdeklődők az eseményen, amelyet az őszközép ünnep alkalmából is rendeztek. A Pécsi Konfúciusz Intézet kínai igazgatója tartott tai chi bemutatót a gyerekeknek és szüleiknek. A keleti országban ugyanis most tartják az őszközép ünnepet, ami egyfajta arató ünnep a kínai kultúrában. Hamarosan megkezdődik az új tanév az intézetben, így színes programokkal igyekeztek bemutatni munkájukat. Táncos, zenés előadásokkal készültünk, de kézműves foglalkozásokat is szerveztünk, és a holtsüteményt is megkóstolhatták a gyerekek. Ez egy különleges találkozás volt mind a gyerekek, mind a Konfúcius Intézet tanárai számára. Mivel évente cserélődnek az oktatók, ezért úgy gondoltuk, hogy egy ilyen eseménnyel hozzuk közelebb a kultúránkat a magyar barátainknak. A kínai oktatók csupán néhány napja érkeztek Magyarországra. Az írást, a nyelvtant és számos érdekességet tanítanak majd a gyerekeknek, akik jelentkeznek a Konfúcius Intézet képzésére. Én a kínai kultúra sokszínűségét fogom bemutatni a tanulóknak, hogy jobban megértsék a két nemzet közötti különbségeket. Tanulnak majd arról is, hogy modern korban milyen az élet Kínában. A legfőbb cél, hogy szoros, jó kapcsolatot építsünk ki Magyarország és Kína között. Az ünnepi műsornak és a kísérő programoknak a köztársaságtéri általános iskola adott otthont. Ez a pécsi intézmény már a kezdetek óta együttműködik az intézettel. Azóta több iskola is csatlakozott hozzájuk, de ebben az épületben különleges helyszínen tanulhatnak a gyerekek. Mi egy kínai teremmel segítjük a nyelvoktatást, tehát biztosítottunk egy olyan termet, ahová a külsős gyerekek is jöhetnek, a dekorációtól elkezdve technikai felszerelés minden adva van ahhoz, hogy egy szép kultúrát és megfelelő technikai háttérrel tudják az oktatást lebonyolítani. A Konfúcius Intézet népszerűségét az is jól mutatja, hogy tavaly több mint 20 diák tett sikeres vizsgát a kínai nyelvből, idén pedig mintegy 50 tanuló jelentkezett a képzésre, akik most megismerkedhettek az igazgató és a tanárokkal is. Végül mutatjuk főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Bordács József Fad új polgármestere 8 jelölt indult a vasárnapi választáson. Újra megrendezték Kalocsán a Paprika Fesztivált, kulturális és gasztronómiai programokkal várták a résztvevőket. Az összetartozás élményét erősítették a családi napon, mintegy 280 nevelőszülő és gyermek vett részt a programon. Falunap Závodon főzőverseny és kulturális programok várták a résztvevőket. Kedden a hűvös párás hajnalt követően napközben szélcsendes fátyolfelhőzeten átszűrt napsütéses idő következik. Csapadék nem várható, a hőmérséklet délutánra az évszakos átlag köré emelkedik, estétől kezdődhet ismét erősebb felhősödés nyugat felől. Éjjel már országszerte felhős égbolt ígérkezik jellemzőbbnek, számottevő csapadék ekkor sem valószínű. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!